Kindl László, a Garai étterem és söröző vezetője hangulatos belső terükben fogadott minket. Régóta üzemelteti a helyet, így bőven van tapasztalata a vendégek szokásaival kapcsolatban. 2006 óta üzemeltetjük ezt az éttermet, tehát 16-17 éve, családi vállalkozás, feleségemmel, illetve 2-3 munkatársunk van, illetve állandó munkatársak, nagyon kevés a elmenés, tehát akik végeztek, azokat engedjük el, illetve van olyan is, akit már foglalkoztatunk ugyanúgy, visszafoglalkoztatjuk, tehát végzett, mint tanuló is nálunk dolgozik, ilyen kettő is van, tanulókat is foglalkoztatunk, jelenleg 5 tanulónk van, 2 szakács, illetve 3 pincér tanulónk. Az egyes étlapokon található szervizdíj a kiszolgálási árat jelenti, ami a menüztetésre épülő helyekre nem jellemző. Ez nem közvetlenül a munkavállalókhoz kerül, azonban amelyik cég ezt alkalmazza, annak kötelessége az ebből befolyt összeget a dolgozók bérére fordítani. A Garai étterem inkább csak a borra valós megoldást preferálja, amivel a vendégek kifejezhetik elégedettségüket. A borra volt teljes egészében a pultban dolgozó pincéreké, pultosoké, tehát nem a cég rakja el a borravalót, hanem ők nyilatkoznak arról, mennyi borravalójuk volt, vagy mennyi lesz. Az évek során azonban visszaesést tapasztaltak ezen a téren, mivel megnövekedett a kártyás fizetések száma. Mivel kártyára nem adnak borravalót, ezért van, aki ad a kártya után is külön készpénzt a pincéreknek, ha jó megértette, vagy megérezte, milyen jó felszolgálás, vagy milyen jó volt a vendéghozzá, milyen jó volt az étel, de maga a borravaló mértéke nem akkora jelentőségi jelenleg a vendéglátás, mint az előtt volt régebben, sokkal több borravaló volt a pincéreknek. Kindl László elmondta, érezhető, hogy a Covid ideje óta jelentősen megváltoztak az emberek szokásai. Gyakrabban tartanak otthonukban, kertjükben családi ebédeket, baráti vacsorapartikat, és kevesebbet járnak étterembe.